Ahogy köszöntöm köreinkben a ide tartozunk, Roma Közösségi Hálózat megjelentjei. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Röviden elmondanám, hogy mi fog történni. Egy rövid felvezetőt követően Tamás Gáspár Miklós fog beszédet mondani, majd pedig a város mindenki csoport aktivistái és szimpatizánsai mondanak beszédet. És én is a Bálint vagyok, a város mindenki csoport tagja. A legázolt, bilincsbe vett Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Írta a forradalom után egy évvel Camus francia filozófus. Nehéz minélkünk méltónak lenni ennyi áldozatra. Mi azt gondoltuk, hogy az is beletartozik abba, hogy megpróbálunk méltónak lenni ennyi áldozatra, hogy tekintetbe veszük, hogy mi az, amiért az 56-os forradalom hősei, mártírjai küzdöttek. És különösen melyek azok a célok, amelyekért küzdöttek a szovjet csapatok kivonása mellett, vagy a több pártrendszerű demokrácia bevezetése mellett. Ezt azért is tartjuk különösen fontosnak, mert ezek sokszor elmaradnak az 56-os megemlékezésükből, miközben különösen fontosak. Mire gondolok? Angyal István, a fegyveres felkelés egyik vezetője, önvallomását idézem. Egyik segédmunkásunk kijelentette, hogy vége a kommunisták uralmának Magyarországon. Kijelentettem, hogy ő rosszul látja a dolgot, mert itt éppen a kommunisták a szocializmus eszméivel fűtött és azon nevelkedett fiatalok mozdultak meg a szocializmus eltorzításával, eltorzítóival szemben, tehát most lesz csak igazán szocializmus Magyarországon. De nem csak róla van szó. Diákok, munkások azokban a napokban több kötetnyi követelést fogalmaztak meg. Ezekből idéznék néhányat. Az Építőipari és Műszaki Egyetem pártbizottsága. A központi vezetőség vizsgálja meg az 5 napos munkahét lehetőségét, és hozza a közvélemény elé a vizsgálat eredményét. A textilüzemekben szüntessék meg az éjjeli műszakot. A statisztikai hivatal dolgozza ki tudományosan a létminimumot, és ennek alapján állapítsák meg a legalacsonyabb béreket. Szükség esetén a maximális bérek dobására oldják ezt meg. Emeljék fel a családi pótlékot. Hódmezővásárhely dolgozóinak és ifjúságának követelései. Például emberi megélhetési jogot, magasabb életszínvonalat, magasabb béreket és alacsonyabb árakat. A hajdunánási gimnázium diákjainak és tanárainak követelései közül. Csökkentsék a mamut fizetéseket és emeljék a minimális fizetéseket. Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság nyilatkozatából. Nem akarunk sem sztálinizmust, sem kapitalizmust. A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségének ideglenes intézőbizottsága így írt. Megvalósítjuk az igazságos bérezési rendszert. Elítéljük és megszüntetjük a helytelen normarendszert. Követeljük az alacsony nyugdíjak felemelését, figyelembe véve a munkába eltöltött évek számát. Javaslatot teszünk a kormánynak a családi pótlék igazságos rendezésére. Szükségesnek tartjuk az állami munkanélküli segély bevezetését. 7. pont. Fokozatosan meg kell valósítani a munkaidő rövidítését. 8. pont. A szabad szakszervezetek széles lakásépítési tömegmozgalmat kezdeményezzenek. Vagy például a Magyar Vagon és Gépgyár Munkástanácsa. A Magyar Vagon és Gépgyár Munkástanácsa a vagyongyár, valamint a győri üzemek dolgozóinak nevében biztosítja a kormány vezetőit és a világ közvéleményét arról, hogy a munkásság a nemzeti demokratikus forradalom vívmányaként szilárdan ragaszkodik a szocialista törekvésekhez. Minden erővel ellenezzük a nagybirtokok, hitbizományok, bankok és nagyüzemek tőkés tulajdonba való visszaadását. Ugyanakkor határozottan ellene vagyunk mindennemű rákosista, sztálinista restaurációnak. És végül az ideglenes nemzeti bizottság közleményéből október 29-éről. A katasztrofális lakáshiány enyhítése érdekében követeljük a fölösleges tömegszervezetek és hivatalok épületeinek kislakások céljára való átadását. Azért is tartottuk fontosnak, hogy ezek a követelések is elhangozzanak, hiszen mindezeknek ma is aktualitása van, és a város mindenki csoport azon kívül, hogy igyekszik ébren tartani 56-nak az eszmeiségét, ideértve az itt elhangzott követeléseket is, azon is dolgozik, hogy mindezek a mai kortárs demokratikus ellenzék követelésébe is épüljenek be. Így például ne csak azon gondolkozzunk, hogy hogyan számoljuk majd föl a médiatanácsot, hanem azon is, hogy hogyan számoljuk föl a szegénységet és a hajléktalanságot. Hogy ne csak azon gondolkozzunk, hogy hogyan állítjuk vissza az alkotmánybíróság gyökerét, hanem azon, hogy hogyan nevesítsük például a szociális biztonsághoz való jogot, vagy a lakhatáshoz való jogot az új magyar köztársaság alkotmányába. És sorolhatnánk. Az alapvető üzenetünk tehát az, hogy nem teszünk igazságot 56 eszmével, és 56 hőseivel, mártírjaival sem,
ha elhazudjuk 56-nak ezen követeléseit, amelyek legalább annyira aktuálisak ma is, attól függetlenül, hogy nincsenek szovjet csapatok Magyarországon. Én ezzel be is fejezném, és átadnám a szót Tamás Gáspár Miklósnak. Kedves barátaim, szomorúan hallottam azt, amit... Misek és Bálint mondott, mert 56 esztendővel 1956 után ezek a követelések még mindig elevenek. Ráadásul sok tekintetben a helyzet rosszabbra fordult, hiszen az az elmondhatatlan diszkrimináció, az a hátrányos megkülönböztetés és üldözés, amely Magyarországon ma a szegényeket és különösen a romákat éri, az minden előző helyzetnél rosszabb, amit megértünk a modern Magyarországon. Amikor október 23-án a szép és nagy szabadsági jelszavak és egyenlőségi jelszavak mellett foglalunk állást, emeljük fel a szavunkat és a többi, hogy azt mondani szokás, azt kell mondanunk, hogy itt a nagy összefogás hangulatában, itt halkan, ezen a kis téren, de majd talán hangosabban is nagy tereken, el kell mondanunk azt, hogy nincs béke. Nincs béke addig, ameddig Magyarországon a hajléktalanság bűncselekmény, ameddig a szegénység erkölcsi hiba, ameddig a sötétebb bőrű honfitársaink ki vannak taszítva a nemzetből, ameddig a magyar állam nem szolgálja mindenki érdekét és mindenki javát. Addig nem lesz béke, addig nekünk harcolni kell, ellenállnunk kell. Kevesen, sokan, mindegy. Mert ez valamennyiünknek erkölcsi kötelességünk egészen addig, ameddig olyan közösség lesz Magyarországon, amelyben mindenki beletartozik, és amely mindenkinek az otthona. Amíg ez meg nem valósul, addig nem lesz béke, nem lesz összefogás, nem lesz harmónia, nem lesz semmi. Nem kell még egyszer olyan köztársaság, amely deklarálja az emberek jogait és méltóságát, és amelyben az embereknek nincsenek jogaik és nincsen méltóságuk. Ezt már kipróbáltuk, nem sikerült. Nem óhajtjuk megismételni, nem visszatérni kívánunk az elmúlt hibák és bűnök világába, az elmúlt igazságtalanság és hazugság korszakába, hanem újat kell kezdenünk, és egészen addig meg nem pihenhetünk, ameddig ezeket a célokat el nem érjük, pedig hát ezek a célok tulajdonképpen roppantul szerények. Még ennél szebb célokat is el tudunk képzelni, de addig legalább, ameddig nem lesz igazságosság és nem lesz egyenlőség, addig biztos nem pihenhetünk, és aztán majd meglátjuk.